A tavaly útjára indított pécsi Rotary ösztöndíjpályázat keretén belül a klub 10 tehetséges rászoruló pécsi középiskolás diákot részesített közel 1,5 millió forint támogatásban. A pécsi középiskolás fiatalok az ösztöndíjat kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük kibontakoztatására használják fel. Atlétikán belül jeleskedem, és utazásra szeretnénk fordítani majd ezt az összeget, mert szeretnénk menni majd külföldi versenyekre, hogy a nagyobb versenyeken való versenytársaimmal tudjak majd ott is együtt versenyezni, és így szokni egymást, meg a nagyobb versenyeknek a hangulatát. Én a Gandhi gimnáziumban járok Pécsre. A hangszereim az inkább a tambur és a zongora a fő irány, de sok más hangszeren is játszom, mint tambura család több fajtáján is, aztán nagy bögön is játszom, hegedűn is. Hát mire szeretném fordítani? Hangszervásárlásra szeretném ezt az összeget. Egy E-prim tamburát szeretnék belőle vásárolni. Ez lenne a célom. Én a művészeti területen vagyok kiemelkedő, így is lehet mondani, és számomra azért fontos ez a díj, mivel az édesanyám egyedül nevel engem és a tesómat, és kicsit hátrányosabb az életmódunk, és a támogatás által lehetőségem nyílna kiállításokat és eszközöket beszerezni, és a kiállítások által így kicsit fejlődhetnék, és többen megismernék a nevemet, ami pedig segítene nekem a jövőben, hogy elérjem mindazt a célt, amit kitűztem magam elé. A Rotary Klub Pécs már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécset tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondolták, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek. Idén is sok területről nagyon értékes pályamunkák érkeztek be. A Pécsi Rotary Klubnak a legfőbb célja az, hogy a fiatal tehetséges és rászoruló diákokat támogassa, és ez a Pécsi Rotary ösztöndíj programpályázat is tulajdonképpen ennek a jegyében fogant meg bennünk, még a tavalyi évben. Tavaly ugye 16 diákot tudtunk támogatni, ezek mind középiskolás diákok, tehát ami a szűrő feltétel volt, az, hogy 14 és 20 év közötti a pécsi középiskolába járó diák legyen az illető, nyilván magyar állampolgárságú, és ők tudtak pályázni, és tulajdonképpen három fő tématerületben lehetett pályázatokat benyújtani a diákoknak, az egyik az művészet, vagy tudomány vagy sport tevékenységben. Be kellett mutatniuk egyrészt a pályázatban, hogy ők miben kiválóak, tehát a kiválóságukat a múltbeli eredményeik alapján. Be kellett mutatni, hogy mire használnak ezt a támogatást. 50 és 150 ezer forint közötti támogatásra lehetett egy-egy diáknak pályázni. Harmadrészt pedig be kellett mutatni, hogy ugye a rászorultságot, ezt nyilván mindenkire rábíztuk, ezek kényes dolgok, de hogy mégis miért van szükségük a támogatásra. És ezen szempontok meccetében döntöttünk a támogatásról. Egy hétfős bizottság ült össze a klub tagjaiból, különböző szakterületekről voltunk benne, és tulajdonképpen ez egy teljesen demokratikus pontozással történt meg tulajdonképpen a támogatásra érdemes diákok kiválasztása. A Rotary Klub Pécs az ösztöndíj támogatásba részesült diákoknak a pénzösszegeket és az elismerő okleveleket ünnepélyes keretek között kedden átadta Pécsen.